Andrea Szevics jövőre is sajnálni fogja. Az ünnepi szezonban érkezik a Psy 2. A Titans megtalálta Aqualedet. Címlap a Keanu Reeves jelenség. És most, hölgyeim és uraim, kezdődik Magyarország első és egyetlen sorozat terápiája Joyval. val a Jenny, brand new voice Sometimes you wanna go where everybody knows your name oh yeah Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Jenny Brand New Voice Magyarország első és egyben egyetlen sorozatterápiáján, ahol senki sem szeretné kikúrálni, sokkal inkább megfertőzni minél több és minél izgalmas a földi jóval, és ezen a héten is bepróbáltam egy új sorozatot, ami abból a szempontból új, hogy számomra új, de amúgy nem annyira új, hiszen idén, nem idén, idén vagy jövőre érkezik a negyedik évada, és egyébként Trisha Helfer is be fog ugrani majd ebbe amit már egyébként említettem egy korábbi adásban, minden esetre erős lesz szó többek között, illetve elnézést kérek az késésemért is, illetve csúszásomért is, hiszen azért négy nap azért az az tényleg valami szintű csúszás, és hát igazából azok, akik az elmúlt hét évben hallgatták a műsort, azok azok nyilván tudják, hogy ez nálam előszokott fordulni, és... És tulajdonképpen valószínűleg egyébként el is mozdítom a műsort a következő évben, most már tényleg a hétfő estékről, mert rendkívül uh, nehéz tulajdonképpen hétfőre szállítani egy műsort, legalábbis én most, kezd, most már megkezdem úgy érezni megint. Régebben általában, amikor lukat csináltuk az adásokat, akkor általában péntek este vettük fel, és akkor olyankor az embernek ott azért van elég ideje, meg akkor ott úgy rá tudunk hangolódni. Ha nem jön össze a péntek este, akkor szombaton szóval valamikor, és, és az úgy könnyű. Viszont, 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 amit ha hazagölt, öztem, azóta igazából a végek, ezek a hétvégék, nem minden esetben úgy ér, szinte szinten szabadok, mint amennyire szeretném, de nem akarok senkit sem mutatni a személyes szociális problémáimmal, hanem sokkal inkább sorozatokról beszélgetni, pontosabban gondolatokat megosztani veletek, ugyanis egy nagyon-nagyon érdekes hetem volt. Persze nem feltétlenül abból a szempontból, hogy eszmét nem mennyiségű sorozatot láttam, mert igazából nem. Veronika Marsbos mindössze csak négy epizódot láttam ezen a héten, és hát igazából ez nagyon-nagyon kínos, mert a második évad szerintem még nem olyan, mint a harmadik évad, és igazából, igazából nagyon szeretem ezeket a karaktereket, és imádok minden egyes pillanatot velük tölteni. Viszont, viszont valamiért nem igazán sikerült ez a hét ez annyira sorozatnézős hétre, mint, mint amennyire szerettem volna. Um, viszont ezzel szemben nagyon sok érdekes hírrel találkozik szembe az ember, és hát igazából van egy olyan dolog, amiről, amiről én már azóta szerettem volna beszélni, és ez lesz a mai is egyben, ahogy tulajdonképpen ő felbukkant abban a bizonyos Netflix filmben, májusban, május végén. Ugye az Always Be My Maybe című filmre gondolok, mert ott éreztem először igazából azt, hogy, hogy ő nem egy színész, ő nem csak a Matrix tárja, hanem, hanem Keanu Reeves egy igazi jelenség. És ebben a filmben tökéletesen tudta hozni ezt a figurát, és igazából 2019 egyelőre nagyon az bizonyítja, hogy ez Keanu Reeves éve. De erről majd inkább a címe sztoriban lesz szó. Viszont van néhány olyan dolog, amiről mindenféleképpen szeretnék egy kicsit beszélni, mielőtt ebbe a mai lecsóba. Függetlenül attól egyébként, hogy miket láttam, láttam egy nagy pályások részt, valahol még mindig a harmadik évad eleje közep, közepén járok már szerintem, mert most már jutottunk oda, hogy Steve Gutenberg beletenné a 100 millióját a Las Vegas-i stadionban, és, és tulajdonképpen eljutottam oda, hogy utáljuk New Yorkot című epizódik. tehát valahol ott a hatodik rész környéke lehetek a harmadik évadban, Annyira egyébként, hogy belegondolok, akkor már nincs is sok, talán 14-15 epizódom van, és utána utalérem a Ballers-t, a nagypályásokban. Uh, magam láttam hogy értelemszerűen ugye a kriptoznak a második részét, igyekszem beszélni róla ebben a mai adásban, mert what the fuck volt? Egyszerűen Lobó megérdemli azt a saját sorozatot. Egyszerűen annyira jó az a karakter, annyira jó dolgot tudnak kihozni belőle, és a színésze sem rossz igazából. Tehát nekem mindenféleképpen, ha, ha belegondolunk, tulajdonképpen nekem ő valamilyen szinten az első lobom, aki, aki megmaradt az emlékezetemben, akit, akit élőszereplős projektben láttam, és igazából egyáltalán nem rossz a színész. Tehát igazából a jelmezét is meg lehet szokni, mert, mert ez végül is tökre olyan, mint a képregényben, bizonyos értelemben. És, és igazából az egész karakternek a kisugárzása, meg minden, ami, aminek lobónak globusnak kell lenni, az, az tök érdekesen benne van ebben. Ez a rész ez pedig egyértelműen arról szólt, hogy egy kicsit jobban megismerik ezt a karaktert, kicsit többet kapjunk belőle. Nem sok minden történt szerintem ebben a részben, nem is volt ebből, ebből a szempontból kinézve egy túl izgalmas epizód, viszont a Kryptonok az első évadának is ez volt a jellemző, hogy nagyon lassan épültette fel. A a szezont, és tulajdonképpen az, az, az azért jó, amikor ezt egy sorozat elején csinálod, mert olyankor van időd a karakterek építgetésére, vagy az első évadok esetében ugye a világépítésre, a második évad esetében pedig az új karaktereknek a bemutatására, és hát igazából Lobó az egyetlen új karakter, de azért, azért, történtek dolgok, amik, amik szerintem nagyon durván érdekesek voltak, és hogyha marad idő a mai adásban, akkor mindenféleképpen lesz ezekről valamilyen szinten szó azt említettem én ezen héten. Ugye már említettem a négy epizódos Veronika Marsot, ami, ami, tőlem ez egy gyalázatos teljesítmény volt. Láttam... Meg, megnéztem a legnagyobb showment? Um, ezt ez, vasárnap este néztem meg, mert azt hiszem aznap volt utoljára az HBO-n. És tulajdonképpen nagyon fura érzéseim voltak ezzel kapcsolatban. Részben azért, mert én ezt a filmet annó moziban láttam, annó, hogy másfél évvel ezelőtt kb. És nagyon-nagyon szerettem. Nem azt mondom, hogy, hogy, annyira jó volt, mint amennyire én számítottam rá, nem mondom azt, hogy annyira durangatta az agyamat, mint amennyire szerettem volna, durangassa az agyamat, de, de most itt, hogy itthon néztem meg, és igazából másodjára látom, és más dolgokra fókuszáltam, igazából egy kicsit elkezdtem más szemszögből is uh, megvizsgálni ezt a filmet, és igazából arra jöttem rá, hogy, hogy, tulajdonképpen ez a film ez egy hatalmas inspiráció a számomra. Ugyanis minden, amit Hugh Jackman elé... Uh, igen, Hugh, Hugh Jackman, ugye jót mondtam. Mindent, amit farkas elért, vagy rózsomák. Szóval szó, mindent, amit ez a főszereplő karakter elér ebben a moziban, az, az halálpontosan olyasmi, mint mint, mint mint amit én is szeretnék bizonyos értelemben elérni. Persze nem az, hogy show menné válj és megkódítsa az egész világot, mert ugye nagyon önveszélyes dolog tud lenni az, amikor megkapod azt, amit akarsz. Ő pedig megkapta azt, amit akar. Igaz, hogy megküzdött érte, megszenvedett érte, Sora sorra jöttek az ötletei, sorra próbált ki dolgokat, sorra bukott el, de, de ami nagyon-nagyon ami fontos volt ezzel a karakterrel kapcsolatban az az, hogy valahányszor elesett, mindig képes volt felállni, mindig képes volt nagyobbat álmodni, sosem volt hajlandó lemondani arról, hogy egy nap majd neki összejön, és hogy tulajdonképpen ő meg tudja váltani a világot bizonyos értelemben. És szerintem ez, ez az egyik legfontosabb mondani valója ennek a filmnek, független attól, hogy valaki szereti a dalokat benne, független attól, hogy kinek mennyire jön be. Szerintem a, az, az utolsó, a legnagyobb showman az mindenféleképpen egy olyan produkció, ami, amiből rengeteget tudunk tanulni az életünk bármely szakaszában, bármely, bármilyen céljaink is legyenek. Tehát akár abban is, hogy, hogy mit tudom, hogy megszerezünk egy diplomát. És, és, az ember az úton időnként elelbicsakszik, vagy valami más dolog eltereli a figyelmét, és emiatt egy egészen más irányba indul el. Viszont lehet, hogy ez az irány ez egy sokkal jobb irány lesz. Viszont lehet, hogy, hogy pont az az irány lesz az, ami majd őt tönkreteszi, és igazából vissza kell menni az egyetemre befejezni és megszerezni a diplomáját, vagy, vagy bármi, de, de a lényeg az az, hogy nem szabad feladni. Állandóan küzdeni kell, állandóan menni kell, és nem szabad hagyni azt, hogy amikor megkapod azt, amit akarsz, akkor te még nagyobbat álmodj. Mert egyébként szerintem ez a gazdag embereknek az egyik legnagyobb problémája, hogy, hogyha sok van belőle, akkor igazából az soha nem elég, és igazából mindig többet szeretnének. Ami, ami nagyon érdekes dolog, mert, mert tulajdonképpen, ha, ha, belegondolsz, azért, azért ez, főleg így a mai világban, hogy a 2019-es években, ez még aztán végképp nagyon-nagyon jellemző tulajdonság az embereknek, ugyanis ugyanis tök mindegy, hogy hány tízezer, százezer követője van az embernek, akár Youtube-on, akár Instagramon, akár bárhol máshol, mindig az számít, hogy minél több legyen, mert, mindig, mert minél több van belőlük, annál ö, több mindent tudsz megcsinálni, annál nagyobb az ázsiót, annál nagyobb az értéket a különböző befektetők, illetve különböző cégek számára. És ebből kifolyólag értelmeszerűen több pénzt tudsz csinálni. És én, én ez az szemben olyan vagyok, aki, kevesebből is beéri, viszont az a kevesebb az legyen masszív, az a kevesebb az legyen olyan, amire az ember büszke tud lenni, és az a kevesebb az, 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 tényleg olyan dolog legyen, hogy, hogy az ember büszkén tudja azt mondani, hogy, hogy ezt elértem. És szerintem ez egyébként ez a legfontosabb, mert nagyon sokan vannak olyanok, én is nagyon sok olyan embert ismerek, akik, akik nagyokat álmodnak, időnként túl nagyokat, és hát elég sok lépés kimaradt menet közben. És, és, ez nem minden esetben tanácsos, ez nem minden esetben egy kimondottan jó dolog, szerintem. Úgyhogy, úgyhogy én mindenféleképpen csak ajánlani tudom ezt a filmet, mert szerintem a legnagyobb showman egyrészt Michelle Williams pokolja jó benne, másrészt Hugh Jackman frenetikusan jó tud nyújtani ebben a moziban, és hát legyünk őszinték, azért hogy összességében is egy nagyon durván odavágós film minden téren. Tehát ez nagyon-nagyon jó szórakoztató mozi tele van, remek dalokkal, inspiratív számokkal, nagyon jó koreográfiával, gyönyörű látványjal, és az egésznek a hangulata, az az atmoszféra, amit árasz magából, az egy hihetetlenül brutális dolog. itt most például esetleg arra is, amikor az opera énekes nő, aki egyébként érdekes módon valamiért mégsem operát énekel, hanem szerintem inkább ilyen pop jellegű műzikeres dalokat. Ő tulajdonképpen neki, neki van egy száma, amikor, amikor a színpadra megy, és ott énekel egyet, és az valami brutális. Tehát az, az a pillanat, amit, amit te, ott én egyrészt a mozban láttam, ugye, nekem azt a nagyvászon látni, az egy ilyen wow kategóriás jelenet volt, mert annyira gyönyörűen énekelt, és annyira annyira jó volt az egész hatása, hogy megcsinálták ezt a jelenetet. Szóval nagyon sok olyan dolog volt szerintem a legnagyobb showmanben, ami inspiráló mindenkinek, minden szinten. És, és valahol szerintem egyébként ez az egyik legfontosabb dolog ebben, a, ebben az egész uh, történetben. Aztán ezen kívül én szerintem nem is nagyon láttam mást. Illetve, illetve nem tudom, hogy most ezen a hétvégén láttam-e, szerintem mit, hogyha ezen a hétvégén láttam volna a Murder Mystery-t, ami azért volt, vagyis pontosan múlt héten láttam, igazából nem a hétvégén, a Murder Mystery az azért volt nagyon érdekes, mert a Netflix állítása szerint 30 millió nézője volt három nap alatt a produkciónak, világviszonylatban értelemszerűen, és, és azért ez egy nagyon durva dolog bizonyos, bizonyos értelemben, hogy, hogy 30 millió néző, ez, ez, vajon, ez vajon most ez egy igaz szám, vagy a Netflix csak egy hasára csapat nyilván igaz számnak kell lenni valamilyen szinten, mert biztos, hogy valaki ki tudja deríteni, ha nem az. És hogyha már úgyis a Netflixet szóba hoztam, akkor mindenféleképpen említsük meg azt, hogy elkaszálták a Chambers-t, ami ugye Uma Thurmannek volt a horror dráma az első évad után. És tulajdonképpen a Netflix nem kimondottan tartozik azon a sorozatok közé, akik az első évad után szoktak kaszálni, de mégis így járt a The Good Cop című sorozat, ami ugye a munkalkotójának volt a produkciója Andy garcia ami, ami szerint, amiből én csak igazából mennyit láttam, három vagy négy rész jó volt, de, de, igazából nem az a Netflix kaliberű produkció, inkább az az usa való nagyon-nagyon lájtos. Hát ilyen krimiszerűség talán, illetve az Everything Sucks is hasonló cipőben járt, hogy az első évad után kapta meg a kaszát. Egyébként elég sok mindent lehet ezekkel a dolgokkal kapcsolatban olvasni az utóbbi időben, mert hogy a Netflix általában nagyon sok sorozatának maximum három évadnyi esélyt biztosít, és, és tényleg a legtöbb köszönjük az egyébként tényleg ott valahol a harmadik és negyedik évad környékén szokott előfordulni, és, és igazából olvastam a héten egy nagyon-nagyon érdekes cikket, nem kivonatlan ezzel kapcsolatban, hanem, hanem úgy a Netflix-szel így amplád, ugyanis ezt, ezt, én is megtapasztaltam, hogy a Netflix szereti elrejteni az újdonságait, szereti elrejteni időnként a saját gyártású produkcióit, és megpróbálja olyan tartalmat elődállítani, vagy eléd lökni, amit, amit te szerethetsz, amit téged arra tudsz elvíteni, hogy folyamatos előfizetője legyél ennek a történetnek. És, és ezt, ezt, én egy valamira fura dolognak tartom, mert mert nekem is nagyon sokszor van olyan, hogy, hogy egy kiemelt, viszonylag kiemelt produkcióról van szó, akkor értelemszerűen ezt azonnal a képet benyomja. Más, más, produkciók esetében pedig, pedig igazából nem is az, hogy nem nyomja orvaszájba, vagy nem reklámozza neked hetekig, de, de igazából valahogy valamiért nem, 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 próbálja meg annyira felhívni rá a figyelmet. És, és ez egy nagyon-nagyon érdekes cikk volt az a kapcsolatban, hogy tulajdonképpen az a Netflix modell, ami, ami jelenleg van, hogy, hogy tulajdonképpen mennyire is próbálják meg elérni az új közönséget, mennyire próbálnak meg tenni valamit a közönségért, és igazából ebben az volt nekem a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy, hogy a cikk kifejezte azt, hogy a hetiben vetített televíziós sorozatok esetében ott van tulajdonképpen egy heted folyam, folyamatosan építeni a közönséget, és folyamatosan meggyőzni őket arról, hogy miért kellene megnézni ezt, ezt az epizódot, hogy ebben mi lesz a különleges, hogy mutatnak sneak peek hogy kapsz egy kis előzetest is az, az, adott jelenetből, ami, ami izgalmas lehet a számodra, és nagyon-nagyon sok olyan marketing eleme van, amit fel tudsz, amivel fel tudod vezetni a produkciót, viszont ha kirakod az összes epizódot, akkor, akkor igazából nem tudsz ilyeneket elérni, és bizonyos értelemben én pontosan ezért szeretem azokat a Netflix sorozatokat, amikből szerintem nekem igazából talán csak a ranch. Lehet olyan, meg talán síra volt ilyen, amit még nem kezdtem el egyébként nézni, de most már augusztusban érkezik a harmadik évad, de úgyhogy muszáj tényleg neki állom nézni. Szóval, szóval, azért, azért is nagyon um, nehéz ez, tehát azért is szeretem én ezeket a sorozatokat jobban, mert ők ketté bontják az évadokat, tehát kapsz az évad felét, ami ugye a tíz epizód, megkapott tavasszal mondjuk, és ősszel érkezik a másik tíz epizód. És ez nagyon jó, viszont itt sem igazán kapod meg azt a fajta marketing körítést, itt sem kapod meg azokat a sneak peekeket, itt sem kapsz annyira nagy reklámot, hanem, hanem egy hónap előtt bemutató előtt kapsz egy előzetest, jobb esetben kapsz még egyet, mit tudom én, a bemutató környékén, meg hát értelemszerűen minden nagyobb újságban, Amerikában megjelenik, viszont ha világviszonyokban mész, akkor ott nem biztos, hogy minden nagyobb uh, médium foglalkozik mindegyik produkcióval, amit a Netflix éppen ezen a héten műsorat tűz. És, és hát igazából ez, ez a fajta dolog vezethet oda, hogy tulajdonképpen a Netflix nem tudja, tudta megtalálni mondjuk a Van Time-nak a közönségét, amit egyébként a kritikusok imádnak, az emberek imádnak, akik nézik, irgalmatlanul nagy a rajongói bázis, és minden mai napig hatalmas a Save odaát kampány. Twitteren is, meg úgy a közösségi médiában úgy Amplád. És ezért sem igazából értem azt, hogy a Netflix-on miért kellett tulajdonképpen elkaszálni a One Day at a Time-ot, mert, mert igazából lehet, hogy ők próbálkoztak bizonyos dolgokkal, de, de annyira túlzásba szerintem nem vitték a, annak a lehetőséget, hogy megtalálják a közönséget a, a One Day at a Time számára és, és szerintem ez egyébként nem feltétlenül egy új probléma, vagy nem feltétlenül csak rájuk jellemző probléma, hanem, hanem, hanem nagyon sok olyan Netflixes produkció van, amit ami tényleg nem tudsz megtalálni, mert nem nyomja be a fő oldalra eléd, nem tudod azt, hogy mikor premiére. És igazából szerintem ebből a szempontból érdekesebb lenne, a Netflix nem, nem azt csinálná, hogy megpróbál a különböző médiumokban bízni, hanem létrehozna egy ilyen naptári jellegű dolgot, ami, amiben tulajdonképpen ők bepakolhatnák, hogy, hogy ez és ez ekkor és ekkor fog premierelni. Mert, mert azáltal jobban fel tudod hívni a közönségre a figyelmet, szerintem több előzetes kellene mindenféleképpen nyomni belőlük, szerintem igenis lehet, hogy nagyon sok esetben lehetnének sneak pikeket nyomatni, és nem csak azoknál, amikor nagyon érzed azt, hogy ez most tutira be fog jönni, és hogy az emberek nagyon-nagyon rá fognak cuppanni. Mert például az Always Be My maybe nagyon-nagyon rá mindenki, az összes médium, az összes YouTube csatornán ott voltak a különböző jelenetek, a különböző dolgok vele kapcsolatban. Szóval igenis lehet elérni ezt a közönséget, és igenis meg lehet találni az emberek a számításait. Nyilván ugye ez a murder mystery szerintem annyira nem feltétlenül volt jelen, mert azért talán azt egy-két napig, vagy egy-két héttel előtte Um, igazából akkor került nagyon-nagyon bele a, a fő izébe, amikor megnyitott a Netflixet, hogy, hogy ott nyomja a képet be az előzetesét. Ami éppen megint csak egy jó modell, de, de igazából szerintem nem kimondottan a legmeggyőzőbb modell az, hogyha rámészik egy képre és azonnal elindul annak az előzetes, és ugyanazt az előzetes kell minden egyes alkalommal megnézned, amikor, amikor a kurzor átalad azon a képen. Szóval azért van, van, van egy-két olyan dolog a netflix ami nem annyira tökéletes, de még mindig jobban működik szerintem, mint az HBO Go, ami, amiben nekem rengeteg bajom van abból a szempontból, hogy mondjuk megnézek egy nagy epizódot, és a végén lapozok a következő epizódra, hogy tudjam, hogy hol tartok, és, és, abban a pillanatban, hogy elindul a lejátszás, utána én kilépek belőle, hogy, hogy majd innen folytatom. És amikor legközelebb visszamegyek az HBO go akkor tulajdonképpen ő megint nekem az előző résznek az elejét próbálja meg tukmálni, és nem azt a részt, amit, amit tényleg nézni szeretnék, és ez iszonyatosan frusztrál, és nagyon-nagyon össze tud kavarni. Arról nem is beszélve, hogy az hbo n is rettentő mennyiségben tolják el a tartalmakat, és ott sincs egy ilyen saját listám, ott sem tudsz összerakni egy olyan dolgot, hogy ez meg ez a produkció érdekelne, és akkor nem az összes közül kéne kiválasztanod valamit, hanem akkor te mit tudom én, amikor kijön valami, vagy végböngészel egy műfajt, akkor esetleg utána rányomod azt, hogy ez érdekel, ez érdekel, és utána összerakjának egy listát, és tulajdonképpen legközelebb akkor, akkor nem kell mindent végignézni, hanem oda abba a listába, és abból a listából válogatod ki azt, hogy mi ez van kedved. Ami, ami, szerintem egyébként a streaming szolgáltatásoknak az egyik legizgalmasabb, vagy legkönnyebben működtethető modellje, ami tulajdonképpen szerintem a Netflixnél is ott van az én listám cím, szóval ahol be, ahol a kedvenceidet. És tulajdonképpen neked utána már csak a kedvenceid közül kell választani. Az most teljesen más kérdés, hogy szerintem azért nem ártanak, hogy a kedvenceket is lehetne még szelektálni, így almappákba, vagy alműfajok szerint, vagy nem tudom, valamilyen úton módon. Mert szerintem az is rengeteget tudna hozzátenni ehhez az egész katartikus élményhez, amit a, a mai streaming szolgáltatások nyújtott előnyek nyújtani tudnak, vagy, vagy nem is tudom, hogy ezt minek lehet igazából nevezni, de, de mindenféleképpen jó volna egy olyan streaming szolgáltató, ami, amit ami ténylegesen tud működni. A Netflixről egyébként még lesz szó ma a mai hírlesemben, ugyanis történt egy nagyon-nagyon érdekes dolog az elmúlt pár napban velük kapcsolatban, ami, ami engem bizonyos szempontból meglepet, bizonyos szempontból sokkolt, bizonyos szempontból pedig, hát igazából úgy vegyük vele, hogy jó, oké, tehát <laughs> igen, ilyen is van. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt. És igazából nem is tudom, hogy láttam -e bármi mást. Szerintem ez a két film volt, meg az, a pár sorozat epizód, amit, amit, említettem, mert igazából ezen a héten nem is annyira sorozatoztam, és nem is voltam koncerten, nem is voltam nagyon el itthonról, ami nagyon fura. Bár két dolog volt, amiről még nem beszéltem, és amiről mindenféleképpen szeretnék ebben a mai műsorban beszélni, mert szerintem beszélnünk kell. De még mielőtt rátérnék az egyik um, ilyen nagyobb lélegzetvételű dologra, szerintem kezdjük a kicsit kisebb lélegzetvételű dologgal, hogy itt ha miért nem néztem semmit. Nos, a válasz az egy kicsit uh, egyszerűbb és komplikált is lesz bizonyos értelemben. A helyzet az, hogy azért nem néztem nagyon mást ez a héten, mert uh, elvégeztem egy masterclass-t. Nyilván egyébként a masterclassnak az egyik legnagyobb hátránya az, hogyha az ember azt tulajdonképpen így egy hét alatt vég, egy bizonyos órát, ami, ami adásul nálam azért is volt nagyon nehéz, mert 28 leszkéből állt, viszont ezek a leckékből egy-kettő volt szerintem, amit talán megütött a 10 percet, és igazából annyira nem volt egy kimondottan, vagy kimagaslóan jó öm, óra bizonyos értelemben. Erre a Steinnak a aki körül tulajdonképpen azt érdemes tudni, hogy ő tulajdonképpen ifjúsági horrorokat szokott írni. Ő írta a Guzbám sorozatot, illetve a Fear Street című, nagyon-nagyon népszerű, több mint 25 éve futó könyvsorozatokat. Az ő célközönség az elsősorban a 7 12 éves gyerekekig, és minden Goosebumps történetnek, amiből ugye egyébként Jack black készült két film is, már az elmúlt évek során. Tulajdonképpen, tulajdonképpen mindegyik Guzbám történetnek a főszereplője az egy 12 éves. Gyerek, és pontosan azért, mert hogy idősebb, mint mint az a, azok, az a közönség, akik ezeket a Goosebumps történeteket olvassák. Nagyon érdekes volt nekem abban a szempontból, hogy én egyszerre kezdtem el az ő és Neil gaiman az óráit, viszont Neil Gaiman órája azok jóval hosszabbak, az ilyen 15-20 perc körüli átlagos hosszal rendelkeznek, ami szerintem zseniális, mert az a stílus, ahogy Neil Gaiman oktat, az az, az a stílus, amiben az ember végig akarja csinálni a feladatokat, ahol, ahol tulajdonképpen hallgatni akarja a mestert, és utána tulajdonképpen minden, minden egyes dolgot a füzetben vég akar csinálni, és, és én nem éreztem ugyanezt a fajta hatást Erastine-nál, aki nagyon-nagyon érdekes volt nekem abban a szempontból, hogy Neil Gaiman hangsúlyozza azt, hogy szívből érj meg, hogy nagyon fontos, hogy átgondolt bizonyos dolgokat, addig, addig Errol igazából úgy áll ez az egész, hogy ő abszolút nem szívből ér, és tulajdonképpen ami, ami számomra igazából sokkoló vele kapcsolatban az az, hogy ő azt vallja, hogy tulajdonképpen ez az írás is olyan, mint, mint bármelyik másik iparos munka, hogy leülsz reggel nyolckor mondjuk, és kell egy napi rutin, ez, ez nagyon fontos, kell egy napi rutin, és utána leülsz, és addig nem kezd fel az asztaltól, maximum egy 15 perces mondjuk nem is ebédszünetre, hanem, hanem mondjuk egy ilyen, minek hívják ezt 10 órai jellegű dologra, vagy valamit kicsit nassolni időnként, amikor megállsz, mert hogy, mert hogy addig nem kellhetsz fel, amíg, amíg, nem éred el azt a karakter számot, amit te kitűztél magadnak célra. Ami lehet 1500 karakter, ami lehet 10.000 karakter, attól függően, hogy, hogy milyen napi rutin, rutin tudtál összeállítani. Én pedig ennek, ennek propóján illetve ennek is apropóján arra gondoltam, hogy megpróbálom összefoglalni nektek azt, hogy mik voltak azok a legfontosabb leckék, amiket, amiket én tulajdonképpen erre ettől az ifjúsági horror írótól megtanultam az elmúlt héten, mert szerintem nagyon sok érdekes dolgot mondott, függetlenül attól, hogy nem mindegyik dologtól, amit ő mondott, Mondom azt, hogy aha, ezzel egyetértek, aha, ez egy nagyon jó módszer, aha, így kell ezt csinálni. Mert mert neki, neki nagyon érdekes hogy voltak más területeken szerintem. Úgyhogy kezdjük is rögtön a, a, azzal, hogy ő azt vagy egyébként, hogy minden ember természetétből fakadóan egy remek történetmesélő. Ugyanis mindenki tudni szeretné azt, hogy mi történik legközelebb. És, és ez egy nagyon érdekes gondolat, mert tulajdonképpen ez kifejezi azt is, hogy az ember alapból, természeténél fogva nagyon-nagyon érdeklődik a történetek iránt, hogy mi, mi történhet legközelebb, hogy ezt milyen irány, mi irányba tudják elvinni, hogy, hogy hogyan fog folytatódni ez a story, mi fog történni a következő jelenben, hiszen ezért nézünk sorozatokat, ezért olvasunk könyveket, ezért ér bennünket annyi impulzus, és azért lettünk tulajdonképpen ennyire tartalomfogyasztóak. És tulajdonképpen minden a showbizniszben pontosan ezt a, ezt a kívánságunkat igyekszik szerintem legalábbis alátámasztani, illetve megerősíteni. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon nagyon-nagyon olyan dolog, amivel egyet kell, hogy értsek. Aztán ő azt mondta az ötletekről, hogy bármelyik apró pillanatban, a legváratlanabb helyzetekben, a leghétköznapi, a leg esetlenebb helyzetben is tudsz találni ötletet. Például neki volt egy olyan, azt hiszem, Goosebumps története, hogy ahol, ahol a, a, szivacs a konyhából életre kelt, és tulajdonképpen ő okozta a horrort abban a történetben. És tehát, tehát teh ennyire apróságokból is lehet, vagy, 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 például, hogyha, hogyha kimész a parkba, és, és ott meghallasz valamit, amit a gyerekek beszélnek, abból is lehet történetet csiholni. És tulajdonképpen az, hogy honnan lesznek neked ötleteid, az, az, attól függ, hogy te hogyan gondolkozol, mennyire vagy nyitott. Mennyire vagy nyitott a körülötted lévő világra, mennyire vagy nyitott azokra a dolgokra, amik, amik, inspirálhatnak, mennyire vagy nyitott azokra a lehetőségekre, amik szembe jöhetnek veled a legváratlanabb pillanatokban is. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ő szokott azzal poénkodni egyébként, amikor megkérdezik tőle, hogy honnan szerzi ezt a sok ötletét, hogy, hogy elmegy és bevásárol az ötletboltban, aminek három különböző részlege van. A tapasztalat, az emlékek és a képzelet. És ez egy nagyon jó válasz, mert igazából, ha belegondolsz, akkor minden, mindenki, aki az írásba bármilyen energiát vagy bármilyen egyebet beleöl, az tulajdonképpen ebből a három dologból építkezik, hiszen szükséged van tapasztalatra ahhoz, hogy arról tudj írni, amiről éppen írni akarsz, szükséged van emlékezetekre, vagy szükséged van az emlékezetedre ahhoz, hogy tudd azt, hogy mi az az érzés, amit meg akarsz ragadni, mi az a pillanat, amit ki akarsz fejezni a történetedben, és szükséged van fantáziára is, hogy mégsem a saját történetet meséld el újra és újra és újra, hanem, hanem mindig valami újat tud nyújtani. Illetve, hogyha például egy fantasy történetet írsz, akkor egyértelmű, hogy szükséged van képzelő erőre, hiszen anélkül nem igazán lehet megcsinálni ezt a dolgot. És, és amit ő nagyon-nagyon szeret ebben a, az egész írásban, az mindenféleképpen az, hogy, hogy ő imád embereket létrehozni, imád, világokat létrehozni, hiszen miután megkreálod a saját univerzumodat, utána te irányítod tulajdonképpen. És onnantól kezdve annyira teszed őket szórakoztatóvá, vagy éppen rémisztővé amennyire, amennyire csak szeretnéd, és azt csinálsz ezzel a világgal, amit, amit csak szeretnél, ott, ott tényleg te, te hatalmad van, és te uralkodsz. És, és, igazából ez, ez egy nagyon-nagyon csábító vonulata szerintem az írásnak úgy amplát, hogy, hogy tényleg tök jó, hogyha meg tudsz teremteni egy világot, és hogy egy sorozatot tudsz kicsiholni belőle, akkor meg aztán végképpen akkor mindig visszamehetsz ahhoz a világhoz, és onnantól ez folyamatosan építheted és bővítheted a, a dolgokat. Ami, ami szerinte igazából nagyon-nagyon fontos az az, hogy legyen egy olyan címed, ami felkelti az olvasónak az érdeklődését, viszont nem ad túl sokat a történetből magából. És akár onnan is közelítjük meg, ő egyébként mindig a címeket találja ki előbb, és utána találja ki hozzájuk a történeteket. És ha megnézzük azt, hogy Stein-nak milyen címei vannak a történetekben, a Goosebumps-nál vagy a Fear Street-nél, akkor igazából teljesen egyértelműen láthatjuk azt, hogy aha, jó, oké, okay. tehát ez tényleg olyan, rengeteg olyan című története van, ami, ami engem is például rá tudna venni arra, hogy hirtelen, hogy rágórek egy ilyen 7-12 évesek szóló tini, vagy ifjúsági horror történetre. Mert igazából nagyon-nagyon sok olyan dolog van benne, ami hogy is mondjam, ami ami, ami -nagyon, -nagyon csábító tud lenni szerintem. Még, még egy dolgot szeretnék elmondani egyébként az ő órá óráival kapcsolatban, ezen a héten, azt hiszem, hogy a héten folytatom, hogy tulajdonképpen Miután, miután, lefektetted az alapokat a történetednek, vagy a világnak, amiben szeretnéd, hogy játszóddal, utána azt kell kitalálnod, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk ez történne, vagy az történne, mondjuk. És, és valahogy, valahogy, így kezded elépítgetni a történetedet, vagy az ötletedet. Így próbálsz meg kinyitni az új tapasztalatok felé, és így, így tudod megváltoztatni igazából a gondolataidat. Ez egyébként ugyanúgy igaz, amit egyébként szerintem minden író elmondott, legalábbis én hallottam ezt már háromszor is, hallottam szerintem Steve Martintól is, meg, meg amúgy nagyon sok olyan embertől, akik, akik nagyon nagyon tapasztalatok és benne vannak ebbe, hogy, hogy egy jó író az igazából nagyon-nagyon jó megfigyelő. És egy igazán jó író az, az nem csak azért nagyon jó megfigyelő, mert érdeklik az emberek, hanem azért is, mert mondjuk ránézel a parkban egy tőled 20 méterre lévő emberre vagy két emberre, és meg tudod állapítani azt, hogy vagy ki tudod találni azt, hogy nekik milyen történetük lehet. Tudsz, tudsz, kreálni köréjük valami olyan dolgot, ami, ami plusz tud nyújtani, ami, 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 el tud indítani bizonyos értelemben egy, egy nagyon érdekes úton. És, és ő mindig azt szokta mondani egyébként, hogy, hogy az outline-t kell megírni, mert ez a legfontosabb dolog, és ennek mindössze néhány oldalosságúnak kell lennie. Na most ugye a masterclass megmutatta azt, hogy hogyan is néz ki az outline-na, és körülbelül tényleg annyi volt, hogy mindegyik ilyen, mert ugye apró fejezetekben gondolkozik, ilyen, nem is tudom, ilyen 5-6 oldalas fejezetek, vagy valami hasonló dolgokban, és az egész szinte dialogokra épül. Szóval, szóval megmutatta azt, hogy nála hogy néz ki egy ilyen, outline, és hát igazából én csak pislogtam, hogy de hát tulajdonképpen ezek szavak, amiket odaért, ilyen félmondatok, amiknek van értelme ugyan, meg sok mindent jelenthetnek, de, de tényleg ennyi az outline tehát ennyire egyszerűvé leredukálod az egész folyamatot és hát ő tényleg ezt csinálja, és, és ezért nagyon sok olyan dolog van erre a sztályban, amiről, amiről, szerintem én majd szeretnék beszélni, de, de nem a mai adásban, mert szerintem ennek a mai adásnak, ennek, ennek, azért vannak izgalmasabb pillanatai, vagy legalábbis kell, hogy legyenek izgalmasabb pillanatai, Úgyhogy, hú, rengeteg mindent kellene mert egyébként tényleg mondanom még erre a Steinról, de, de mindenféleképpen visszatérünk. Egyébként idén fog megjelenni az első horror, ifjúsági horror képregénye a Boom Studios-tól, amire én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert, mert hát nem tudom, tényleg több baromira felkeltett az érdeklődésemet, és itt igazából egy, egy, horror képregényt valószínűleg nagyobb eséllyel fogok elolvasni, mint egy hor horror regényt. Vagy, vagy bárminek is nevezzük ezeket a 100, nem tudom, 160 oldalas történeteket, amiket ő ír, ami brutális mennyiség egyébként szerintem, hogyha az ember így belegondol. Hianyás. A True TV berendelte 2020-ra is az I'm Sorry-t. can't baby! Andrő Szevics és családja Tömö Pereszkottal visszatérnek a harmadik évadra is, amely a szokásos 10 epizódból álló szezont fogja biztosítani, és Andreas a főszereplő, a showrunner, a kreátor, a rendezőnő ismételten egy pokol ilyen nehéz néz. Tulajdonképpen egyébként nagyon érdekes, mert hallgattam néhány héttel vagy hónap ezelőtt egy podcastet vele, amit, az egykori hát fogalmazunk, hogy pasia készített vele, aki, aki, ez szeret visszajárni. Uh, ugye, ugye, ez a nerdistes csápok. most véletlenül sem ugrik be a neve, pedig ez hihetetlen, na mindegy. Szóval ugye ő volt a, ő a Talking Deadnek is a műsorvezetője, és, és hozzá szokott bemenni minden évben, mielőtt indul az I'm az évad, és beszélgetnek a különböző dolgokról, és ő ott például elmondta azt, az idiotban, hogy tulajdonképpen pokolian nagy kényszenvedés volt neki megérni a második évadot, mert az első évadnál ott minden jó ötletet beleteszed, és a másodiknál úgy ötletekkel kell, kell, előállnod. Ehhez képest szerintem a második évad bizonyos szempontokból, bizonyos jeleneteiben, bizonyos pillanataiban túl tudta szárnyolni az első évad, szerintem egyébként kimagasztóan magas színvonalát. De ezt mondom, ez csak az én véleményem. Úgyhogy úgy, én mindenféleképpen örülök neki, mert András Szavicet nézni tévében az egyik leg, létező legjobb dolog. És a komédiáknál szerintem, hogyha, hogyha egy kameras komédiáról beszélünk, akkor nálam Egyértelmű az I'm Sorry a Napi csúcs, utána jön csak a Goldbergs és a, ugye a multikamerásoknál ott meg egyértelműen a One Day at the Time volt nálam a napi csúcs, vagy az éves csúcs, és valószínűleg ez, ez egyébként nem is nagyon fog változni. A két az pontosan ezért nem is nézném egy kategóriában, mert az egy ilyen ne, durván kínzás lenne felém nézve. Aztán ugye Tom Scott volt ennek a sorozatnak még a főszereplője, de Kathy Baker játsza az anyukáját, Andrew savage és Martin Mull pedig az apukáját, akik frenetikusan zseniális komikusok, úgyhogy nagyon-nagyon sokat hozzá tudnak tenni. Ugyanúgy, mint egyébként a vendégszereplők, vagy visszatérő szereplők, akik közül muszáj kiemelnem Gary Anthony williams Jason mancukász, uram is ez a csávó, egy Oh, kihetetlen zseniális a fazon. A második évadban Scott Eckerman is itt volt, Lennon Perham, az első évadban pedig ott volt nekünk Judy Greer és Alison Tolman is, és még nagyon-nagyon sokan mások, tehát tényleg a komédiás világ krémje kerik ebben a sorozatban, és mégis alig nézik. Alig tudnak róla, alig van bármiféle reklámja a True TV-nek az I'm Sorry-t illetőleg, úgyhogy az szerintem egy irgalmatlan nagy csoda, hogyha a harmadik évad elkészülhet, és hogy egyáltalán tényleg megjelez a sorozat 30 epizódot, ami, ami szerintem egy ilyen hihetetlenül túlra és izgalmas dolog. De hát ugye ilyen az élet! Szeptemberben érkezik az első Angel és Buffy crossover esemény a Boom Studios-tól. Igen, srácok, ez pontosan az a fajta dolog, amit ért én személy szerint meg. Viszont, ami majd nehezíteni fogja ezt az egész szituációt értelemszerűen, az az, hogy két különböző sorozatról van szó, és ugye a azt én fogom megjelentetni októberben, magyarul, és hát pakolya jó szerintem ez a Buffy, én most elkezdtem dolgozni nagyon-nagyon erőteljesen ezen a dolgon, Luk már fordítja a szériát, és igazából baromira, baromira imádom ezt a munkát. Tehát, én hozzáteszem egyébként, hogy nekem ez életem legjobb munkája, amit jelenleg csinálok. Úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen nagyon örülök ennek. És egyébként nem tudom, hogy ezt hallottátok el, de például az, az, az EW most készített egy Angel Reunion panelt, Öleg nem is panelt, hanem, hanem a, ne, nekik évente szokott lenni egy ilyen reuniónos cikkük, ami, ami július-augusztus környékén szokott megjelenni, és, és ugye ez most, most jött ki, és mivel az Angel idén október 5-én, jó lesz 5-én vagy 4-én, lesz 20 éves, ezért most idén ők kapták ezt a megtisztelőt, hogy a címlapra kerültek újra, és össze, összeboronáltak a szereplőket. És ezzel, ezzel kapcsolatban egyébként a cikk is baromira érdekes volt, baromra sok megtudtunk róla, illetve YouTube-ra felkerült egy ilyen 40 perces kis műsor, amiben láthatunk régi jeleneteket, illetve nagyon-nagyon sok érdekeséget megtudunk. Például azt is egyébként, hogy Fred, aki az Angelnek a jólangszám a második, igen, második számában, ami ezen a héten jött ki, bukkam fel a képregényekben, most éppen. Ő tulajdonképpen eredetileg csak három epizódos szerződése rendelkezett, ezzel szemben onnantól kezdve, hogy megérkezett, onnantól kezdve ő végig ott volt a sorozatban, és hát ugye beszéltek arról, hogy, ő tulajdonképpen milyen volt az, amikor Fredet megölték, és ugye átalakult ez a kékhajú szörny, nem szörny, hanem, hanem kékhajú lényi. És, és rengeteg olyan dolgot is megtudtunk arról, hogy tulajdonképpen mit éltek meg, amikor, amikor Josh videon behívta mondjuk David Borán ezt az irodájába, és közölte vele, hogy hát fiam, gyere be az irodába holnap, mert, mert beszélnünk kellene. És hát ugye David Borán ez benne volt a tehát ő nagyon, -nagyon megrémült, és ez is egy baromira nehéz jelenete volt, ahol egy nagyon erős akcentus kellett gyakorolnia, és ugye két forgatás között bement a Josh irodájába, és mondta, hogy figyelj, mi lenne akkor, hogyha, hogyha kapnál egy spin-offot, hogyha rittyentenénk neked valamit. És, és, ugye az is kiderült egyébként, hogy mind David Boránezban, mind pedig Karzma Carpenterben felmerült az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha az a sorozat ez elbokig visszajöttünk a És, és ugye mind a ugye azt mondták Josh Vidonék, hogy természetesen és azért ez egy megnyugtató dolog, mert, mert igazából megnéztem volna egy olyan világot, hogy mi van akkor, hogyha az Angel nem jön be, de igazából nem, nem élnék egy olyan világban, ahol az Angel nem jött be az embereknek, és nem éltem meg a 100 epizódját, vagy 110 epizódját, mert én imádom az Angel-t, és nekem valószínűleg az egyik kedvenc sorozatom ebben a műfajban, mert olyat tudok nyújtani, amit, amit nekem akkoriban még semmi más sorozat. Hiszen ha belegondoltak, azért az Angel az a Lost előtt volt, és a második a negyedik évadig ott volt egy baromra nagy, hosszú, átívelő történetszál, ami, ami, ami volt, ami akkoriban 2000, mikor volt ez? 2002-3 környékén, akkoriban még egyáltalán nem volt ez olyan üde nagy divat. Úgyhogy egy rész, amiről minden elismerésem. Az alkotóké, illetve azt is megtudtuk egyébként, hogy az Angel második epizódja az egy olyan szinten a rémisztőre sikeredett, hogy, hogy uh, tulajdonképpen még a WB-nél WB is kiakadtak róla, és igazából le kellett állítani a produkciót néhány hétre, hogy kitalálják azt, hogy mi lesz az az irány, ami, amiben ők elmehetnek, mert ugye lehet sötét történeteket csinálni, lehet sötét történeteket mesélni, viszont az is nagyon fontos, hogy ki kell érdemelned azt, hogy elmes abba a sötét irányba, és például ugye Angel második epizódjában olyasmi dolog történt volna, hogy van egy, egy hulla kislány, akinek a vére a padlóra folyik, és Angel megissza. Meghasonló dolgok történnek benne, és ezért ez tényleg egy nagyon brutális dolog lett volna, főleg egy Angel kaliberű karaktertől. Aztán, ha már úgyis részben képregényekről van szó, akkor mindenféleképpen említsük már meg azt, hogy az Y, The Last Man új showrunner talált az FX-en. Méghozzá Eliza Clarkot, akit az Extant illetve az Animal Kingdom produkciók írónőjeként is ismerhetünk. Fogalmam sincs, hogy mire számítsak ezek után az Y-tól. Minden esetre megtehetek a showrunner minden esetre van egy irány belőle, és minden esetre innentek kezdve okosabbak lehetünk talán, hogy, hogy mi fog kikerekedni ebből az egészből. Aztán kikerült a hétre egy... a hétre? Kikerült a héten az internetre egy olyan dolog, ami megmutatta azt, hogy milyen is lehetett volna ez a Mouse Guard film, ami egy képregény adaptáció lett volna a Foxnál, csak a Disneyhez kerültek ugye a jogok, és a Disney lefújt a produkciót, ami, ami számomra totálisan érthetetlen, mert az, amit mi láttunk ebben a produkcióban, az, az valami zseniális, zseniálisnak nézett ki. De hát ugye ez van. Jennifer Morrison érkezik kulcsfontosságú visszatérő szerepbe, egyelőre még ismeretlen szerepkörbe, a rólunk szól negyedik évadába ki izgatott még. Na, na, látom, hogy feltetted a kezed. Nagyon helyes. Aztán a Titans második évadja pedig megtalálta a visszatérő szereplő szerepében Drew kert, aki nem más lesz, mint Aqualad. Akinek most még véletlenül sem fog beugrani, hogy mi is volt a neve a, a Justice-ban. De, de minden esetre ez a vízi Fuel, mindenféleképpen egy tök jó dolog lesz, hogy, hogy majd érkezik, és hogy itt lesz. Aztán és itt kezd a válni a mai hírlesen történetem. Az amerikai tévésajtót bevarangolta az a hír, mely szerint az NPC Universal lecsapott 5 évre exkluzíven az Office amerikai digitális jogainak a megszerzésére. De igazából számomra nem is az a, különösebben meglepő dolog, hogy, hogy az NBC Universalnak a streaming szolgáltatója, ami még nem első indult, ők náluk 2021. január vetíthető lesz majd a történet, ugye is jelenleg a Netflixen van, ahol 2020. december 31-ig van joguk vetíteni a produkciót. És érdekes mód egyébként ez egy olyan brutális történet volt, ahol a Netflix 90 millió éves ajánlatokat tett, és ezt überelt az NBC Universal, aki azért nagyon fura, mert szerintem ők, tehát, tehát nekik nagyon sok közük van a Universalhoz, és tulajdonképpen így hazaadják a pénzt lényegében, mert ők meg egy 100 milliós éves dolgot ajánlottak, tehát 500 millió ért a következő öt évben exkluzív jogokkal rendelkeznek az amerikai területeken az Office vetítésével kapcsolatban, és azért ez egy brutálisan hatalmas mennyiségű pénz, amiről beszélünk, és, és utána volt Twitteren egy olyan egy, 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 olyan tweet, hogy, hogy tulajdonképpen az emberek igazából tök hülyék, hogyha ezért mennek egy streaming szolgáltatóra, amikor akár 75 dollárért megveted az egész sorozatot, akár az iTunes-on, akár bárhol máshol, és, és nem kell havi, havonta fizetned a streaming szolgáltatásért. Ami abból a szempontból kicsit csaló, hogy szerintem nem csak ezért mennének a streaming szolgáltatásra, viszont lehet, hogy ez lehetne az, ami majd őket a streaming szolgáltatóhoz tudja csábítani, ahol pedig új dolgokat tudnak felfedezni. De ez csak az én gondolatom, legalábbis szerintem ezért van értelme streambe tenni bármit is. Aztán, ha már úgyis az NBC Universalról van szó, akkor mindenféleképpen említsük meg azt, hogy egy frenetikusan jó szerződést kötöttek Albuquerque-vel. Ugyanis nem kevesebb, mint 330 teljes idős munkahelyet fognak megteremteni egész évre vonatkozóan a következő 10 évben, mely során nem kevesebb, mint 500 millió dollárt fognak elkölteni. Itt a helyi környezetben, illetve a helyiek számára. Ami egy hatalmas dolog volt. E, tulajdonképpen ez egy új Mexikónak meghódítása, ez egy ilyen tíz éves tervnek is tulajdonképpen a része. És e, tulajdonképpen itt megpróbálnak e, régebbi, elhagyatott, e, hogy hívják a warehouse okat ilyen e, raktárépületeket átalakítani, amikből stúdiót tudnak kicsikarni, és tulajdonképpen több soundstage, illetve különböző irodákat fognak majd itt létrehozni, és, és ez, 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 az együttműködés, ez egyébként rettentő sok szempontból szerintem brilliánsan frenetikus, de most nem fogok belemenni, mert hogyha belemennék a részleteiben ennek a szerződésnek, azt, hogy, hogy tulajdonképpen milyen feltételekkel és hogy milyen körülmények között sikerült az NBC-nek ezt létrehoznia, akkor valószínűleg itt lennénk egyébként reggelig, viszont ez mindenféleképpen egy ilyen hatalmas a dolog, elnézve pedig azt, hogy tulajdonképpen az elmúlt időszakban mennyire, mennyire rájára rúd néhány amerikai államra, mert például ugye az abortus törvény, vagy, vagy egyéb dolgok miatt, és egyre inkább eltávolodnak tőlük a filmstúdiók, ahhoz képest egy ilyen gigászi 500 milliós szerződés a következő 10 évre nézve, azért az, az durván nem kevés szerintem. És igazából, hogyha valaki most szeretne Albert Körkibe költözni, akkor szerintem most kell megtennie mert, mert most még lehetősége lesz arra, hogy egy-két éven belül talán ebből a 330 munka, munkából valamit, valamit, ő is megkapjon. Szerintem, remélem. Bízom benne? Nem tudom. Nem tudom, hogy működik az amerikai gazdaság egyébként ebből a szempontból. Aztán beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi a helyzet a Star Trek sorozatokkal. Nos, a Nickelodeon animációs sorozatánál befejeződött az első évad storyboardozása. Jó irányba halad a történet, és már dolgoznak a Lower Deck című produkción is. Aztán még 6 short tracks fog érkezni, amelyből kettő darab animációs lesz, és az egyikben Michael Giacino is köze fog működni. Nagyon izgatott vagyok emiatt. Aztán a Michel Yahoo centrikus sorozathoz, a Section 31-hoz dolgoznak már a sztorikon, és előreláthatólag a Discovery harmadik évadának befejezte után kezdődik el a forgatása. Ennek a produkciónak a pikár pedig 2019 végén fog majd érkezni, és nem sokkal utána érkezik a Discovery harmadik évada, amely előreláthatólag 2020 elején fog befutni a világhálóra, azaz a CBS streaming szolgáltatásába. Címlap Story Keanu Reeves a jelenség nem sokan mondhatják el szerintem magukról azt, hogy ők nem egyszerű színészek. Ők nem egyszerű színészek, akiknek volt egy nagyon legendás szerepük, és volt néhány nagyon jó, vagy nagyon kiemelkedő szerepük, de, de igazából semmi kimagaslót ki ki nem tudtak létrehozni. Nos, tulajdonképpen Keanu Charles Reeves, aki Beirutban született 1964. szeptember másodikán, abszolút nem tartozik ezen szereplők közé, hiszen ő már a 90-es években is tulajdonképpen nagyon-nagyon jó irányba volt ahhoz, hogy, hogy, hogy sztár válhasson. És hát igazából 2019 szerintem mindenféle szempontból bebizonyította azt, hogy ez Keanu életének a legjobb éve. Már amennyiben az egyik állítólagos teória vele kapcsolatban nem bizonyosodik be, amit nyilván nem fogunk soha megtudni. De elmondom azt, hogy szerintem miért 2019 Keanu Reeves éve, és hogy miért róla szól minden cikk az elmúlt három hónapban. Nos, először is a John Wicks harmadik epizódja, a franchise legsikeresebb darabja, lenyomta, azt hiszem most már godzilla is talán, de, de a Pikachu-t mindenféleképpen lenyomta, és shazam is mindenféleképpen lenyomta ami, ami azért egy brutális dolog, és hát tényleg azért ennyire jó, még egy John Wick film sem szerepelt, és hát értem ő imádja és élvezi a szerepet, és mindegyik John Wick filmhez például, vagy mindig szerepéhez, ő igyekszik mindig valami új dolgot is megtanulni, és a John Wick 3-nál is lehetősége volt arra, hogy valami új dolgot tanuljon. Aztán ugye szerepet az Always Be My Maybe-ben, az I Punched Keanu Reeves egy hatalmas gikas láger lett, szerintem nem csak az amerikai ázsiaiak, hanem a világ minden pontján minden létező ember és normális lény körében. Mert az I Punched Keanu Reeves szerintem 2019 legjobb dala pont amit abban a filmben nyújtott, azt szerintem semmi máshoz nem tudom fogni. Tehát az a fajta lazasság, az a fajta feel good az a fajta minden, ami árad ebből a színészből, az Always Be My ben az, az, annyira durván, tökéletes, és már szinte nem evirági, annyira jó. Aztán ugye érkezett a Toy Story 4, amiben Duke Boom az egyik főszereplőnek, vagy főszelmi, egyik melléksz, új mellékszereplőnek a hangját kölcsönözte, ami gigászi sikereket ért el, viszont a Toy Story 4-ről, meg egy kicsit később lesz szó, illetve arról, hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben miért is tudjuk őt elkönyvelni box-office bukásként. De ez, ez lehet, hogy igazából az egy olyan téma lesz, amiről majd jövő héten fogunk inkább beszélni. Um, aztán, ami igazából szerintem a legtöbb vagy legszélesebb réteg számára bebizonyított azt, hogy ez Keanu Reeves éve, az mindenféleképpen az a kaméója volt, ami néhány héttel ezelőtt az E3-on vitt És akkor még nem is említettük azt, hogy Disney hercegnőként is ábrázolták bizonyos rajzokban az elmúlt hónapokban, amitől az egész internet megőrült, és neki fogalma sincs arról, hogy internet szenzáció lett belőle. Ez a fiskó, ez hihetetlenül szerény. Szóval elmondom, hogy, hogy, mi az, ami, ami szerintem irgalmatlanul fakad ki a Reevesből, ami miatt szerintem mi őt a Matrix óta imádjuk, legalábbis nekem mindenféleképpen egy óriási nagy kedvencem. Mondom mindezt úgy, hogy igazából szerintem én nem láttam annyira sok filmét, mint amennyire én azt szeretném elképzelni magamról neki egy hihetetlenül jó karizmája van. Irgalmatlanul karizmatikus színész, talán az utolsó generációjából, aki, akire tényleg azt merem mondani, hogy, hogy na igen, ő, ő, ő tényleg nagyon-nagyon karizmatikus arc. Árad belőle ez a jó fiús kisugárzás, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen mondhatnak el magukról Hollywoodban. Aztán tulajdonképpen ehhez még az is hozzájárul, hogy ő olyan szintű egyszerű életet él, hogy, hogy neki nincsenek csicsás, hatalmas villái, nem a legdrágább öltönyökbe jár, és talán közlekedik New Yorkban, a metron többször is látták már. Úgyhogy ez egy hihetetlenül izgalmas dolog. Ráadásul ő olyan körülmények között nőtt fel, hogy Keanu Reevesnek az anyja ugye egy kosztum designer volt, aki többek között dolgozott Alice Cooperrel is, aki, a, 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 a nagyon sokszor átjárta hozzájuk. És, és tulajdonképpen jó barátok is voltak ebből a szempontból kiindulva. Kiánú egy pokolian, hogy is mondjam ezt, pokolian jó ember. Ugyanis rengeteget kap a film nyújtott alakításáért, de, de ő ennek egy részét mindig visszateszi a filmekbe, hogy azok a lehető legjobb minőségűek lehessenek, és azok, akik dolgoznak ezeken a filmeken, valamivel jobban kereshessenek. Például 38 millióról mondott le a Matrix folytatásaiból, származó bevételeiből, azért, hogy az animátorok nagyobb gázsüt vihessenek haza. Aztán kilenc tizedét ajánlotta fel a Replacement, Ma, Replacement, című filmben, aminek most az Istenje nem ugri hogy mi volt a, a cím, ez, ez, volt az a sportfilmje, amiben Gene Hackman volt a főszereplő, és ő azért mondott le ennyira, ennyira, ennyi részéről a gázsjának, hogy tulajdonképpen Gene Hackman, Gene Hackman, benne lehessen ebben a moziban. És ugyanezt tette meg az ördög ügyvédjénél, amikor is egymilliót egy millióra mondott le azért, hogy Ápacsinóval dolgozhasson. Ki csinál ilyet? Ki csinál ilyet 2019, vagy ki csinál bármikor ilyet? Mert ez, ez még nem is 2000-es 2000 évek, ez, ez, még jóval előtte volt. Hiszen a, ha jól emlékszem, akkor az ördög ügyvédje az talán 90-es évekbeli fia. Az ég együtt a világon senki nem csinál ilyet. Főleg nem, főleg nem, akkor, amikor, amikor te még csak egy relatíve kezdőnek számító, relatíve ismeretlen történetű figura vagy. És igazából, hogyha az ember végignézi Keanu reeves az élettörténetét, akkor tulajdonképpen az ő élete nem volt annyira egyszerű. Rengeteg csalódással és rengeteg drámával volt kikövezve, hiszen három éves volt, amikor az édesapja elhagyta a családját. És egy ideig még ugyan tartották valamilyen szinten a kapcsolatot, de, de miután elvált a feleségétől, ugye az Keanu úrnak az anyjától, onnantól kezdve igazából soha nem jelentkezett. Négy iskolában is megfordult, dislexiája is volt, és rengeteg, rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie neki a tanulásban. És egyszer csak úgy döntött, hogy ott hagyja az iskolát, mert hogy igazából neki nem lesz az égető világon szüksége rá. Alig volt 30, amikor az egyik legjobb barátja River Phoenix drog túladagolásban meghalt. És, és a Bush olyasmiket mondott, mint hogy River egy bámulatos ember volt, és egy hihetetlenül tehetséges színész. Mindig megértettük egymást. Nagyon hiányzik. Sűrűn gondolok rá. 1998-ban találkozott Jennifer Simmel. Szerelmesek lettek, és 99-ben a nő teherbe is esett, de a kislányuk halva született. És ezt nem tudták feldolgozni, és, onnan, és később <coughs> ők szét is mentek, ráadásul 18 hónappal ezután Jennifer egy autóbalesetben meg is halt. És, és ez brutális, brutális, hogy mennyi nehézségen kellett keresztül mennie, hiszen a kisugát is leukémiás lett, aki végül hála az égnek azért felépült, viszont a Matrix filmekből származó jövedelmének 70%-át, ami megközelítőleg 80 millió dollár, olyan klinikáknak ajánlotta fel, akik leukémiás páciense pácienseket kezelnek. És tulajdonképpen ezután is folytatta azt, amit ő akkoriban a lehető legjobban csinált, és azt vallja, hogy a pénz az egyetlen dolog, amire ő nem gondol, hiszen a következő két évszázadban is meg tudna élni annyiból, amennyi van itt jön az a kérdés, hogy vajon Keanu Reeves az elmúlt 20-30 évben hogyan a búbánatos -ebben nem öregedett. A legviccesebb teóriám, amivel találkoztam ezzel kapcsolatban az interneten, az az volt, hogy egyesek szerint azért nem öregszik Keanu Reeves, és azért mond ilyeneket, hogy két évszázadra elegendő vagyona van, mert hogy ő egy vámpír. Remélem ez elég érthetően mondtam, és a sem volt semmi. Szóval 1984 óta van, láthatjuk őt a vásznon, és azóta láthatjuk őt, hogy mennyit is idege, idegesít, mennyit is öregedett, és eddig ez a baromira keveset szerintem. Tulajdonképpen mindössze 1984 óta öt olyan év volt, amikor nem jelentkezett semmiféle szereppel, tehát nem színészkedett. 1998, 2002, 2004 és 2007, na meg persze 2011 is volt, viszont minden más évben felbukkant különböző filmekben vagy tévésorozatokban, és ugye hogy ezekben az években is azért részt vett bizonyos hollywoodi eseményeken. És több mint 30 évnyi tapasztalattal illetve bizonyítik a próbálják meg alátámasztani azt, hogy Keanu Reeves pontosan ugyanúgy néz ki, mint, mint tínédzserként. Nagyon-nagyon érdekes dolog, mert van benne valami bizonyos értelemben, mert, mert tényleg annyira, annyira erős karizmája, hogy igazából simán lehet több képzelni róla, hogy vámpír. Aztán Más megközelítésből az, hogy ő miért nem tud tulajdonképpen, vagy hogyan őrzi meg a fiatalságát, erre mások azt mondják, hogy mert egészségesen étkezik, egészséges diétákat folytat, és csirkét, vagy rís, esetleg tisztákat, és különféle zöldségeket fogyaszt elsősorban. És ő azt vallja, hogy, hogy a minőség legalább annyira fontos, mint a mennyiség. És inkább kisebbeket eszik, és többször eszik, semmint, hogy egyszerűen nagyobbakat. Így, így tulajdonképpen nem fogja tudni túlzabálni magát. És nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy milyen különböző um, diétákat, illetve hogy, hogy betartsa azokat a diétákat, amiket ő éppen követ. És nem is nagyon fogyaszt ő, gyors kajákat. Hány olyan színész van Hollywoodban, vagy bárhol a világon, vagy hány olyan ember van a világon, aki ugy, ugyanezeket a dolgokat el tudja mondani magáról? Szerintem nulla! Úgyhogy, úgyhogy ez is lehet részben a, az oka és csak hogy pár szót említsek tényleg arról, hogy mi volt és a, milyen is volt az E3-on, ami, egy, ami tulajdonképpen nem tudom, hogy ki mennyire ismeri közületek, de például az E3 az egy ilyen hatalmas játékkonferencia, ahol a Microsoft bemutatja az Express, az Xbox-nak a sajtó, tulajdonképpen sajtótájékoztató jellegű eseményét a Los Angelesben tartják, és Phil Spencer, az Xbox-nak a főnöke, tulajdonképpen felkérte kiálló részt a gyugorja már be, és tulajdonképpen egymás mellett volt a, a green roomjuk is, tehát a pihenőjük ezen a rendezvényen, ahol tulajdonképpen Kianu a Cyberpunk 2077 hetet uh, igyekezett bemutatni a közönségnek, és Spencer tulajdonképpen annyit mondott, hogy az, hogy Kianu ott volt, és hogy tulajdonképpen az emberek megőrültek érte, ez igazából ez mindez annak is betutató, hogy ők tulajdonképpen csak annyit szerettek volna ezen a rendezvényen, hogy, hogy szórakoztassák az embereket, hiszen ez a legfontosabb dolog, ezért csinálják a különböző játékokat, és ezért csinálják ezeket a különböző platformokat, és nagyon-nagyon könnyű lett volna neki, csak, úgy, csak bejelentik a dolgot, viszont az, hogy Keanu Reeves ott van, és Keanu Reeves igazából meg lehet nézni azt a két percet kb. amit Kiano a színpadon tölt, és azt, hogy az emberek mennyire megőrülnek érte, és hogy miket mondanak neki, és Kiano hogyan reagál rá, hogyan, hogyan visel az egészet, az valami zseniális dolog. Tehát, tehát ő legalább annyira imádja a rajongóit, mint amennyire a rajongók imádják Kianót. És, és ez nem egy hihetetlenül gyönyörű gesztus, egy hihetetlenül gyönyörű történet mindenki részéről. Egy olyan szórakoztató sót tudtak így az E3-on összehozni, amiről mindenki az egész világon beszél. Lásd én, aki nem, aki nem játszik soha sem, semmilyen számítógépes játékkal, nincs Xboxom, életemben nem volt Xboxom, sem egyéb különböző játékkonzolom, és mégis beszélünk arról a Cyberpunk 2077-ről, mert Keanu Reeves olyan jelenséggé tette ezt a 2020 áprilisában érkező játékot, amiről mindenki beszélni akar. Pontosan azért, mert Keanu Reeves volt a színpadon. Úgyhogy nagyon-nagyon röviden és itt, így tudnám összefoglalni Keanu Reeves-t azt, hogy mitől is egy jelenség. Nincs még egy olyan fiszkó Hollywoodban, nincs még egy annyira szerény ember, mint, mint ő. És szerintem mi beszéltünk arról, hogy Chris Pratt mennyire, mennyire zseniális színész, és hogy mennyire imádja mindenki, mennyire karizmatikus egyenség, és hogy tulajdonképpen mennyire jól állnak neki ezek a jó szerepek. És igen, Chris Pratt a mi generációnk, vagy pontosabban a 2000-es évek generációjának az, ami nekünk, mondjuk az én generációmnak, hát most Petri Defit akartam hirtelen mondani, de igazából nem rá gondoltam, hanem mondjuk Tom Szelekre inkább, meg, meg Richard Dean Andersonra, meg ezekre a típusú karakterekre, vagy akár Keanu reeves a kicsit fiatalabbak közül, tehát az én generációmnak már szerintem inkább Keanu volt az, aki, akire inkább azt mondom, hogy az én generációm nagyja, hiszen azért a Matrix az szerintem életem legnagyobb filmes hatását gyakorolta rám annak idején. Kölyök fejjel, amikor a moziban láttam, és hát igazából mondjuk azóta sem, tehát így, amit a két a Matrix 3, azóta nagyon láttam, a matrix pedig megvan mind a három szerintem DVD-n. Hát akkor valószínűleg azt hiszem, most adtam magamnak egy feladatot jövő hétre. Na mindegy, szóval mindenféleképpen, tehát ő egy, ő egy irgalmatlanul szimpatikus figura, aki frenetikusan jó színész, frenetikusan jól tud hozni mindent. És hát igazából tényleg csak annyit tudok mondani, hogy ha te, teheted, akkor mindenféleképpen néz minél több Keanu Reeves történetet. Kibeszélő! És most beszélgessünk olyan dolgokról, amiről másképp nem lenne szabad. Hölgyeim és uraim, ez pedig nem más, mint a Toy Story 4! Wow! Na, ugye, amikor uh, debütált a film, én aznap, roktam, a premier premiernap megnéztem, és kiraktam róla egy videót. És uh, tulajdonképpen az a videó, én nagyon-nagyon szeretem, mert szerintem az egyik legerősebb videóm lett. Nem tudom, hogy te mit gondolsz róla, írd meg a kommentekben, hogyha már láttad ha pedig még nem, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy nézd meg, mert igazából az a, a videó van nekem, nekem egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog volt, mert úgy éreztem, hogy ott nagyon-nagyon jó nem összeszednem a főbb gondolatokat, és nem beszéltem azokról, amiről mindenki más beszél. Amiről mindenki más beszél, arra szeretnék most. Megpróbálom nagyon-nagyon röviden és leegyszerűsítve 10 percbe összefoglalni azt, hogy szerintem a Toy Story 4 mitől zseniális film, de miért volt tulajdonképpen mindig esélytelen arra, hogy túlszárnyalja az előző három filmet. Illetve nálam miért nem tudta túlszárnyalni mondjuk akár a második filmet, ami, ami, nálam valamiért mindig a leggyengébb Toy Story film volt. Nem tudom megindokolni, hogy miért. Valószínűleg, mert a Toy Story egy az akkora hatás gyakorolt rám gyerekként, annyira szerettem, amennyire. És, és igazából a három az, az meg szerintem az animációs filmek, pff, nem tudom, csúcsa. <laughs> igazából azóta se láttam, szerintem olyat, ami nem tudta volna. Na mindegy. Szóval a Toy Story 4 egy zseniális mozi, nagyon-nagyon sok szempontból. Zseniális, mert woody koncentrál, Woody pedig nagyon jól tudjuk, hogy ő a legjobb karakter ennek a mozinak, és ebben az egész franchise-nak Tom Hanks a hangja, mindenki megy a Tom Hanks-et. Persze, Tom Hanks egy zseni. És igazából részben ez is szerintem közrejátszik abban, hogy, hogy Woody karaktere annyira frenetikus a jó karakter lett, mint, mint amennyire. És szerintem az is hozzájárult ahhoz, hogy a 25 -25 meg film 4 megfilm legyen, hogy, hogy, nagyon érdekes és izgalmas és sokszínű történetet láthattunk tőle. részben szerintem Woody még életében nem tanított nekünk annyi leckét, illetve nem is csak nekünk, hanem a többi játéknak, mint amennyit ebben a filmben. Hiszen, hiszen Woody ugye, hát hogy fogalmazom ezt, tehát bizonyos értelemben szuperhősként igyekszik a többi játéknak a boldogságát, vagy helyét a világban, vagy, vagy csak a szerepét, a funkcióját, um, Megőrizni és tulajdonképpen beleverni a többiekbe. És, és nekem ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus ö, hozzáállás az ő részéről, mert, mert tulajdonképpen tényleg azt nyújtja, hogy annyit tesz hozzá a dolgokhoz, amennyit amennyi neki hozzá kell tennie. Ő úgy próbálja meg felhívni a figyelmet arra, hogy nekik ott kell lenni és támogatniuk kell Bonit az első napján az is az is, az, 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 az előkészítőben mert, mert ez a dolgok, ők, ők, ők nekik ez a funkciójuk boni életében. És, és igazából szerintem nagyon-nagyon sok fontos leckét tud tanítani csak ebben az egy Amihez ami ez hozzávetül az is, amikor ugye Willy vagy forki, ahogy az angolokban hívják, ő, tulajdonképpen onnant hogy megszületik és állandóan a szemétbe veti magát, akkor Woody állandóan utána megy és megpróbálja megakadályozni azt, hogy ő mégse ugorjon be a szemétbe, mert ő nem egy szemét, és meg kell értetnie vele, hogy te nem vagy egy szemét. És szerintem animációs filmben ennyire gyönyörű üzenetet mi még soha nem láttuk. Hiszen egy igazi Toy Story néző, felnőtt, vagy gyerek, tök mindegy, úgy tud igazából viszonyulni a Toy Story világához, hogy beleképzeli magát ezeknek a karaktereknek az életébe, tulajdonképpen tud azonosulni ezekkel a figurákkal, hogy milyen szerepet töltenek be a játékbirodalomban, tud azonosulni ezzel, milyen szerepet töltenek be egyéb területeken, és igazából szerintem az, hogy ott Woody folyamatosan azt mondogatja, Vilinek, hogy, hogy ő nem szemét, ez tulajdonképpen a legfontosabb üzenet, amit, amit nekünk egymásnak kellene mondanunk. Legyél akármilyen rossz, legyél akármilyen béna valamiben, folyamatosan azt kellene mondogatnunk egymásnak, hogy te nem vagy szemét. Mert sok oka lehet annak, hogy te miért nem tudod ugyanazt a minőséget szállítani, vagy biztosítani, vagy előállítani, amit bárki más. Sok olyan oka lehet annak, hogy miért nem vagy képes jobb dolgokat elérni az életben, mint bárki más. Szóval nagyon-nagyon fontos lecke volt szerintem ez. Aztán az, hogy Woody nem adta fel. Ez megint egy nagyon-nagyon fontos tanulsága ennek a mozinak, mert szerintem ez volt tulajdonképpen, mert igazából a Toy Story nagyon sokban hasonlított a Toy Story vagy a kettő, inkább, inkább talán a kettőz bizonyos értelemben, hiszen itt is ugye elkeveredett egy játék, és nekik vissza kellett hozniuk. És halálpontosan ez történt ebben a, ebben a moziban is, hogy tulajdonképpen Forki ugye kiugrott a kocsiból, a Woody pedig utána ment. És hát tulajdonképpen minden áron próbálkozott azzal, hogy hazavigye, próbálkozott értelmet verni ebbe, ebbe, az új lénybe, és, és szerintem ezt ez nagyon ügyesen tudták visszaadni ebben azban, nagyon okosan volt felépítve ez a történetszár, nagyon ügyesen bántak a mondani volóval, ami, ami szerintem a felnőttek számára annak érdekében, hogy egy jobb világot meg tudjunk teremteni, egy hihetetlenül fontos lépés volt. És igen, a Pixar minden egyes alkalommal képes erre. Igen, a Pixar rengeteget tanít nekünk ilyen és egyéb szociális dolgokról, hogyha az ember bele akar látni dolgokat, már mondjuk a volitől kezdve, vagy ott volt a fel, amiből szerintem, ami, ami, ami az ember nem sír, akkor igazából mi a baj veletek? De most itt a őszintén. A Tolstori 4 Woody szállán rengeteg mondani valóval rendelkezett, rengeteg olyan pozitív tanulságot hordozott magában, ami szerintem hozzájárul ahhoz, hogy, 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 hogy ez a karakter és ez a film ez, ez minden gyerek és felnőtt számára sokkal többet nyújtson, mint élmény, mint, mint bármi más, amivel az utóbbi években találkoztunk, vagy amivel találkozni tudunk, találkozhatunk. És, és én pontosan ezek a tulajdonságai miatt imádtam mindig is a Toy Story-t. Pontosan ezért volt a kedvenc karakterem. Ami ugye negatív volt nekem ezzel az egész mozival kapcsolatban, az mindenféleképpen az, hogy ahogy a régi szereplők, a régi játékok, azok mennyire háttérbe kerültek, és mennyire statiszta szereplő, szereplő leredukálva és tulajdonképpen a befejezése volt nekem a másik negatívumon, amiről nem fogok beszélni, mert erről beszéltem több mint 20 percen keresztül a, az előző videómban. Úgyhogy, úgyhogy megmaradok most annál a színnél, hogy, hogy csak arról beszélek, hogy szerintem ami, ami, nagyon működött ebben a filmben, az mindenféleképpen bobby a visszahozása volt, ugye ennek a porcelánjátéknak, aki, akit mi utoljára Toy Story 2-ben láttunk. Nem magyaráztak meg ugyanazt, hogy miért lett neki más a dizájna, de, az mindenféleképpen jó volt, hogy, hogy, azt megőrizték, hogy ő még mindig ugyanaz a porcelán, akinek ugye eltörik a karja, de visszaragasztja, aki, aki nagyon vagány, és tulajdonképpen az elhagyott játékoknak a, a olyan, hát nem is tudom, védőszentje bizonyos értelemben. És, és hát igazából nagyon érdekes volt látni azt, hogy, hogy az elhagyott játékok azok tulajdonképpen milyen, életutat járnak be, hogy, hogy mi történik velük, hogy ki az, aki el tudja fogadni azt, hogyha nincs gazdája, ki az, aki nem tudja elfogadni azt, hogyha nincs gazdája, vagy hogy ki, mi, ki mihez kezd az életével. És, és ez szerintem egy hihetetlenül fontos dolog volt, mert, mert egyrészt ez egy olyan dolog volt, amit még tényleg nem, nem foglalkozott egyetlen Toy Story film sem, szerintem. Ilyen, ilyen szinten biztos, hogy nem. Hogy, hogy elhagyott játékok, és hogy mi történik velük, hogy milyen életük van. És nagyon érdekes volt látni azt, hogy tulajdonképpen ő tapasztalatik az mennyiben különbözik mondjuk Budétól, aki, aki megszállottan vallotta azt, hogy ő Andy és hogy ő soha nem fogja elhagyni andy -t. És, és pontosan ez volt a tulajdonság, ami miatt nekem a három végén, amikor, amikor Andy odaadja woody Boninak, akkor, akkor én azt mondtam, hogy de basszus, ilyet nem csinálsz, értem, hogy főiskolára mész, de, bassz, de basszus, de basszus, te ezzel a játékkal nőttél fel, én sem adnám oda az kedvenc játékomat, csak azért, mert felnőtt lettem, tehát mindegy. szóval, szóval ezt az aspektusát is szerintem nagyon jól kifekt, lefektették. Nagyon-nagyon ügyesen felépítették azt, hogy tulajdonképpen az új játékok azok tudtak alkalmazkodni, és ugyanúgy tudtak alkalmazkodni szerintem ahhoz, hogy, hogy milyen bonival az élet. Még akkor is, hogyha Woody ott parkoló pályára kerül, hogyha őt állandóan a szekrényben marad a játékokkal, még akkor is, hogyha ő nem kap akkor szerepet a teázásokban, vagy egyéb dolgokban, mint, mint a többiek. És, és tulajdonképpen az, hogy, hogy, az, hogy őt Bonnie háttérbe szorította, ez hozzávezetett oda, vagy elvezetett bennünket oda, hogy, hogy, hogy a karakter egy, egy ilyen sokkal fontosabb funkcióval lett megállva, vagy kezdett el rendelkezni. Ta, talán lehet ezt így megfogalmazni. És így jutottunk el arra a pontra, hogy um, tulajdonképpen ez a, ez a karakter eljutott e, az utolsó. Nem akarok ezt spoilerekről beszélni, nagyon. Tehát így jutottunk el, hogy, hogy, hogy az egész filmen át aprólékosan felépítették azt, hogy Woody hogy jut el oda, hogy meghozza azt, azt a döntést a film végén, amit ő meghoz. És szerintem ebből a szempontból is nagyon, nagyon, nagyon ügyesen építették föl ezt a történetet. Nagyon sok olyan dolog volt benne, ami, ami szerintem fontos üzenettel rendelkezik, ami nagyon-nagyon pozitív volt, amit én nagyon-nagyon szerettem ebben a mozikban. A Toy Story 4 szerintem kiemelkedik. 2019-ben szerintem nincs párja az animációs filmek között. Mondom mindezt úgy, hogy nagyon kevés animációs filmet láttam ebben az évben van-e olyan jó, mint mondjuk tavaly volt a Pogverzum? Hm. Na itt, itt kezd el igazából szerintem csapus, becsapussal állni a kérdés. Össze lehet ezt a két filmet hasonlítani? Igen, vagy nem? Ha össze kéne hasonlítanom, akkor én azt mondom, hogy nincs olyan jó, mint a Pogverzum, de nem is egy kategóriái történet, hogy össze lehessen őket hasonlítani. Ez, ez olyasmi, mint, ez nem olyasmi, mint hogy a két jók, az ízét kellene összehasonlítani, hogy, hogy ezért finomabb, mert epres, azért finomabb, mert áfonyás vagy, vagy valami nagyon hasonló, hanem, hanem vagy a különböző sajtféléknél például, vagy a gyroszoknál, hogy melyik a jobb, a girosz jobb, mint a kávab, mondjuk. Vagy mit tudom én, melyik pizza a legjobb. Teh tehát, ez, ez, nem egészen ennyire egyszerű a kérdés, hanem, hanem sokkal inkább az, hogy mondjuk a, mi a, a filma mondjuk egy risotto, vagy, vagy egy pizza. Valami, valami, ilyesmi különbség, hogy mind a kettő olasz tehát mind a kettő animációs film, mind a kettő zseniális a maga módján, mind a kettőt lehet nagyon jól is megcsinálni, vagy nagyon rosszul is megcsinálni, és igazából mind a kettő nagyon-nagyon sok pozitív tulajdonsággal rendelkezik, de az, hogy hozzád ízvilágira melyik közelebb, azt nehogy már más mondja meg. És igazából szerintem teljesen különböző mert a risottót, az különböző risotto féléket lehet csinálni, és azokkal kell összehasonlítani. Az az inkább mások jellegű történetekkel kellene mondjuk például a pókfercemot összehasonlítani semmit mondjuk egy toztari négyjel. Ami animáció szempontból meg, megint csak az a tömör gyönyör volt, amihez foghatóval még életünkben nem találkoztunk, ami ugyanazt nyújtotta, hogy ugyanolyan öm, fejlesztői jellegű dolog volt, mint annak idején a Toy story az első része. És szerintem ez a film, ez rengeteg olyan dologgal rendelkezik üzenet, pozitív gondolat, mondani való karakterfejlődés, karakterív szempontjából, ami hozzájárult ahhoz, hogy öm, tulajdonképpen, tulajdonképpen ez a film klasszikussá váljon, ez a film ne az a film legyen, amire, amire mi számítottunk, hogy utálni fogjuk, nem fogjuk megszeretni, nem tud semmi olyan történni benne, ami, ami miatt mi másképp tudnánk viszonyulni hozzá, mert, mert ez a film igenis bebizonyította azt, hogy, öm, hogy, 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 a Toy t még mindig lehet folytatni, a Toy lehet jobbá tenni, illetve ez kicsit, kicsit becsapos kérdés, hogy lehet-e jobbá tenni, másmilyenné tenni, ami ennek értelmében el tudjuk fogadni azt, hogy ez a következő generáció számára készülő Toy Story, és tulajdonképpen ez abban a szempontból szerintem egy nagyon-nagyon jó átívelő film volt, számomra mindenféleképpen átívelő film, noha valószínűbb az, hogy inkább egy új trilógiát fogunk kapni, ha kapunk bármilyen folytatást, sem, mint az, hogy ez egy átívelő film, és mondja, az ötödik résztől kezdődik egy új trilógia, aminek szerintem a legtöbb értelme lenne, de mindegy. Szóval, szóval ez a film rendkívül fontos volt abból a szempontból, hogy tulajdonképpen megértette a régi gyerekekkel, azaz velünk, akik mi a Toy Story filmek előttünk fel, hogy miután továbbadunk egy játékot a következő generáció számára, ők, ők más dolgokat fognak felfedezni benne, számukra más dolgok lesznek fontosak. Szerintem a Toy Story 4 pontosan ezért egy hihetetlenül fontos film. Na no, de ennyi már a zárul Misi a mókatára. Ho -ho -ha 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 -ha. Szóval igen, köszönöm szépen a figyelmet, hogy velem voltál ma. Úgy néz ki, hogy megint nem sikerült beszélnem a Kryptonról. Mindenféleképpen azt szeretném leszögezni ebben a mai adásban, hogy a kriptonnak a második, adás, a második a második vagy második részét, hogy egész konkrétak legyünk, mindenféleképpen érdemes megnézni. Abban az esetben is egyébként, hogyha kiszálltál már a kriptonnak az első évadából, mert nem jött be. A második évadot, én azért ajánlom ezt az epizódot, nem is kell megnézzetek hozzá igazából a szezon mert, mert, hogyha az első évad nem győzött meg, akkor valószínűleg az, az a szezon premier sem fog meggyőzni. Ha pedig, ha pedig valami újat vagy más dolgot szeretnél látni, akkor mindenféleképpen ajánlom azt, hogy nézd meg ezt a második epizódot, mert szerintem egy baromira olcsón kihozott, baromira egyszerű, nagyon-nagyon lassan hömpölygő, de közben Lobo jelensége miatt egy elképesztően izgalmas és fontos epizódot kaptunk, ami rendkívül tele volt humorral, ami, ami rendkívül szórakoztató volt. Lobot egyébként szerintem baromira nem könnyű megérni, hiszen olyan, olyan vékony a karakternek a határmesdéje, hogy, hogy ahhoz foghatóval nagyon ritkán lehet szerintem csak találkozni, és, és, tényleg nagyon oda kell figyelni a nüanszokra, hogy nehogy valahogy valamiért ez ebbe vagy abba az irányba induljon, és nehogy túl brutális legyen, vagy éppen legyen elég brutális, és annak ez az ember ne ismeri fel a Szóval egy hihetetlenül összetett figuráról van szó, akit én nagyon-nagyon szeretek, és ez a második epizód az inkább fókuszált rá, illetve értelemszerűen szegelékre, akikkel ők végig együtt volt, és mellette kaptunk azokat a bészállakat, amik, amik, a Kryptonon játszódnak, amik tök jók, meg tök érdekesek bizonyos szempontból, mert mégiscsak háború valamilyen szinten, mégiscsak politikai dolgokat csempésznek bele az egészbe, és az egésznek tényleg van értelme, és tényleg nagyon jól kidolgozott meg minden, de, de igazából, hogyha van egy olyan sorozat, amiben van lobó, akkor téged nem fog más érdekelni. Ezt garantálom. Ez az egy ember, amit én kimerek jelenteni, és amiről tudom azt százszerzelős magabiztosággal kijelenteni, hogy ez, ez így van. És, és ezt az epizódot mindenféleképpen érdemes lobó miatt megnézni. Szerintem szórakoztató, szerintem kellően mi a karakter. És mindenféleképpen szeretném majd beszélni róla, de majd inkább jövő héten, amikor megint csak nem fog tudni hétfőn jelentkezni, hogy az Isten verne meg. Na mindegy, akkor majd a harmadik, negyedik epizódról fogok ö, együtt beszélni, mert ugyanígy csütörtökön a térutáni órákban fog jelentkezni a következő BMW. Addig új videóra nem kellene nagyon számítani, mert nem lesz. És hasonló földi óságok. úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltál az elmúlt bő 70 percben. Remélem élvezte ezt a mai érdást, remélem sikerült olyan dolgokat megtudnod, amiről még nem tudtál, vagy olyan dolgokat, amik, amikről szeretnél többet megtudni. Azokra nyugodtan kérdezz, kommentekben, vagy írj egy e-mailt a gmail címre. Én pedig még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk a legközelebb jövő csütörtökön. Addig pedig Popkultúrában gazdag hetet kívánok! Frazier has left.